Legalább 10 ukrán civil meghalt, amikor az orosz hadsereg rakétaesőt zúdított Harkivra. A kelet-ukrajnai nagyvárosban lakóházakba és egy kollégiumba csapódtak be a lövedékek. Az oroszok délen egy egyetemet bombáztak. Közben a moszkvai kormány be akarja tiltani a kivándorlást elősegítő zsidó szervezetet. A háború kitörése óta ugyanis több mint 20 ezer zsidó vándorolt ki Oroszországból. Nem hisznek a szemüknek a brutális pusztítás láttán ezek az emberek ebben a Harkivi lakóházban, amelybe csütörtök hajnalban csapódott be orosz rakéta. Itt emberek laktak, mindenkinek volt külön szobája, gyerekes családok éltek itt, mondja ez a helyi férfi. A támadásban legalább 3 ember vesztette életét, köztük egy gyerek. Ebben a Harkivi kollégiumban is óriási károk keletkeztek az orosz támadás következtében. A gyerekek az egyházi klubban voltak. Az egyik tinédzser, Jasa, eltűnt. Ő egy borzasztóan kedves és vidám fiú, mondja ez a tanárnő. A kelet-ukrajnai nagyvárost szerda este is bombázták az oroszok. Legalább 7 ember meghalt, sokan megsebesültek. Orosz rakéták találták el a Mikolajevi Egyetemet is Ukrajna déli részén. A lövedékek hatalmas rombolást végeztek. Nem tudom, hogy mit akarnak elpusztítani az oroszok. Az ukrán nemzeti eszmét, a szellemünket nem tudják megsemmisíteni. Folytatni fogjuk a munkát, jelentette ki az egyetem vezetője. Az utcán főznek a Donbász lakosai. Az oroszok által intenzíven támadott kelet-ukrajnai ipari régióban már hónapok óta nincsen gáz. Az orosz offenzíva következtében egyre több a halott, akiket sokszor a lakóházak udvarán temetnek el. A gyerekeket, a katonákat sajnálom, egy egész nemzedék kihal. Értünk már nem kár, de a fiatalokért igen, mondta ez az idős asszony. Közben az oroszországi zsidó közösség egyre több tagja dönt a kivándorlás mellett. Február 24-én kimentem a térre. Még semmit nem tettem, csak terveztem, hogy tiltakozni fogok a háború ellen, de erre alkalmam sem volt, mert megragadtak és börtönbe dugtak. 20 napra elzártak, mondja ez az onkológus, aki azóta már Tel Avivban praktizál. Március óta már több mint 20 ezer zsidó hagyta el Oroszországot, többségük magasan képzett értelmiségi. Az orosz kormány azt tervezi, hogy betiltja a zsidók kivándorlását elősegítő Szohnut szervezetet, hogy véget vessen a folyamatnak.